A 21 tényleg nyerő szám lett az időjárás tekintve biztosan, hiszen amíg tavaly a váratlanul leesett márciusi hó és latyak fogadta a nevezőket, addig idén kellemes, igazi tavaszias időjárás várta a futókat. Az érsekkerti rajtnál 62-en sorakoztak fel. Az elmúlt évhez hasonlóan az Egerben élő, de a diósgyőri tájékozódási futóklubban versenyző Szundi Attila végig vezetve nyerte a versenyt. Ideje 57 perc, 39 másodperc, 3 perccel jobb volt, mint tavaly. Hetente 5-6 edzésem van, amiből mondjuk egyszer futok fel az Egedre, mondjuk így. Tehát nem volt ismeretlen számomra az emelkedő. Az abszolút második helyet egy 15 éves egri fiatalember, Révész Tamás szerezte meg. Az Egri Városi Sportiskola atlétája is egy órán belül teljesítette a távot. Én belőttem magam, hogy az elejét nem fogom elfutni mindenképpen, aztán a végre tartalékoltam, de ez úgy össze is jött. Nagyjából az idővel meg vagyok elégedve, nagyon fölfelére is készültem rá, azt szeretem azt a szakaszt, itt az Eget futás fölfelét, és nagyon jó volt. Idő is jó volt, hogy meg vagyok elégedve. A férfiaknál az Eget futóklub versenyzője Dornár László lett a harmadik, mögötte pedig a szlovákiai Ajnácskőből érkezett Bartko András lett a negyedik. A női mezőnyben az évek óta az élenvéző emődi Kazainé Bodnár Szilvia most sem talált legyőzőre, bár téli olimpikonunk Simon Ágnes megszorongatta. Kettejük között fél perc volt a különbség. Hetente háromszor igyekszem, és akkor egy olyan 10-15 kilométert legyőrni. Azt minimum meg kell tenni, az, hogy az ember megbírjon ezzel az Eget heggyel. A férfiaknál 47-en, míg a nőknél 15-en teljesítették a 13 kilométeres, 480 méter szint különbséget tartalmazó pályát.